Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Extraction Point végigjátszás újabb fejezetében. Elérkeztünk a hatodik fejezethez, amely az epilógus címet viseli. Hatodik fejezet. Epilógus. Jó. Figyelünk a Black Hawkra. Örültem volna, hogyha már Black Hawkot küldenek, akkor kapom még... Fettel! Hello! Na. Észre játszunk. Ott jön valaki! Nem? Lézer van nála. Nem? Szalasz. Újra töltés. Ott még van egy, láttam. Hopp, meg ketten is vannak. Egy. Benyeltük. Jó. Jó. Mi? Ohoho. Nessa! Mi? Hány oldalra jöttek egyszerre? Hallom a helikoptereket! Ez még mindig él! Öp! Végre egy kis töltény a behatolóhoz is. Jó, hogy ez a mi gépünk! Jöhettek ezek volna előbb is! Oh! Esze! Ja, miután kitisztítottam a terepet nektek. Nem lett volna egyszerűbb a helikoptergépágyújával itt nekik letisztítani? Nem? Oh! Hoho! Mik vannak itt? Az igen. Az az. Jesszus, igazi aranybánya van itt.
itt egy lift. De akkor megyünk a helikopterünkhez. Azt a minden mennyi van itt, mennyi minden van itt. Nem. Érdekesen állít ez a csávó. Ó! Oh. Hurry up so we can get the hell out of here. Igen, 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 jövök már. Ja. Erre nem számítottam. Nagyon nem. To bury their sins, but instead planted the seeds of their doom. She would not be forgotten. We will make them remember. They will die. All of them. A war is coming. I've seen it in my dreams. Fire sweeping over the earth, bodies in the streets, cities turned to dust. Retaliation. És ezzel befejeződik az Extraction Point kiegészítő. Elég érdekes volt a vége, igazából. Én arra számítottam, hogy el tudunk majd menni a helikopterrel, tehát hogy kimentenek minket. De meglepő véget ért. Mindenki meghalt, szokás szerint az egész város romokban hever. Hát jó, kis túlzással. De az egész város szinte lángol. Ez a hatodik fejezet, epilógus elég rövid fejezet volt, ezt meg kell hagyni. Ó! Oh. Magyar emberkék a készítők között. Nocsak, nocsak. Jelenleg láthatjuk a stáblistát. És azt is tisztességesen lefordították. Egy külön piros pont jár. Csehovics Gergely, Németh Péter, Szabó Gergely, Szabó Tamás. Nocsak, nocsak. Különleges köszönet. Igen, igen, igen. Úgy tűnik a TimeGate Studiosnál, tehát Extraction Pointot jegyző TimeGate Studionál elég sok magyar emberke dolgozik, vagy dolgozott. Nem tudom, hogy ma még léteznek-e vagy sem. Valószínűsítem, hogy a Warner Brothers beintegrálta őket. Bár nem tudom, csak tippelek. Művészek. Andrew Griffin. Szép lassan megy oldalra a kamera. Nem hiszem, hogy bárhová is elérkeznénk, bármeddig néznénk, de azért tisztességesen végignézzük a stáblistát. Design. Játékmérnökök. Eszközök és technológia. Ugye egy picit egész picit tovább haladtunk a sztoriban. Most már ugye látjuk, hogy mit okozott Harlan Wade, amikor kiengedte Almát abból a bizonyos trezorból. Még ugye az alapjátékban, alapjáték végén.
Hát sok jóval nem kecsegtet ez a csaj. És ez a ötödik fejezetben ez a hullaház, ez elég durva volt szerintem. Már mondjuk egy... Hát legtöbb ugye horrorfilmben is, meg legtöbb horror témájú dologban láthatunk hullaházakat, meg hasonló dolgokat, temető, egyéb, mi egymás. Kiegészítő hangdesign, Warner Brothers hangosztály. Köszönet nyilvánítás. Különböző cégek számára, emberkéknek. Köszönet, igen. Sierra Entertainment, Vivendi Publishing, ugye ez a kiadó. Mert igazából szerintem egyáltalán nem rossz kiegészítő. Kiegészítő lemez az a Extraction Point. Jó, persze nyilván jóval rövidebb, mint az alapjáték, ez egyértelmű. Meg... nem ártott volna, ha egy kicsit jobban optimalizálják a motort, mert sokkal több volt a belassulás, a sebességvesztés, mint az alapjátékban. TimeGate Studio-nak kicsit jobban oda kellett volna ügyelnie, de ez egyfajta szőrszálhasogatás. Igazából szerintem elég jól, elég tisztességesen megcsinálták ezt a kiegészítőt. De szerintem játékém és hangulat terén hozza az alapjáték színvonalát, én úgy gondolom. Tehát szerintem elég jól sikerült, azt kell, hogy mondjuk. Ugye itt még egyértelműen nem lett, messze nincs itt még lezárva a történet. Azt mondjuk nem tudom, hogy a Perseus Mandate nevű második kiegészítő pontosan miről szól. Az sajnos nekem nincs meg, illetve azt még egyszer sem játszottam végig. Így arról sajnos videót sem tudok készíteni. Ha! Megint ott van Jim Carrey. Média igazgató helyettes Jim Carrey. Tehát a másik kiegészítőről sajnos nem tudok végigjátszást készíteni, viszont... a második epizódról, Project Originről talán. Az mondjuk tervben is van, csak nem tudom, hogy mikor lesz rá időm. A második rész egyik különlegessége, hogy hivatalos magyar feliratot kapott, az is. A harmadik rész már sajnos nem. És elsötétül a kép. És visszakerülünk a főmenübe, tehát ezzel hivatalosan is vége.
az Extraction Pointnak, a stáblistának is, úgyhogy nem is húznám tovább az időt. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, az eddigi figyelmet, külön köszönet, hogyha az összes epizódot végignéztétek, remélem, hogy nektek is tetszett, mert szerintem korrekt, kiegészítő, főleg a valóban, de most eszembe jutott az új fegyverek, köztük leginkább a lézer fegyver, az egy fantasztikusan jó fegyver, csak sajnos rendkívül kevés hozzá a töltény, pedig én nagyon szeretem használni, és szerintem nagyon is jól megcsinálták a balanszot is. A gépágyú, tehát a minigun, az önmagában az is ötletes, csak szerintem túlságosan szanaszé szórja golyókat, és hamar felemészti a töltényeket. Nem rossz, de az nem volt a kedvencem. A lézer sokkal jobban szerettem az új fegyverek közül. Ha van bármilyen véleményetek a játékkal kapcsolatban, vagy videóval kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg a komment részbe. És akkor ez volt az Extraction Point végigjátszás videósorozat. Nagyon szépen köszönöm tehát a figyelmet még egyszer. Sziasztok!